Jó napot kívánok! A Doommaster 69 csapat nevében szeretnék bemutatkozni. A csapat tagjai Gábor, Peti és jó magam Bálint. Mivel a csapat tagjai végzősök, így elmondhatjuk, hogy továbbtanulási céljainkat megalapozza a fizika szeretete. A tavalyi színvonalas verseny után nem is volt kérdés, hogy idén is szeretnénk indulni és megmérettetni magunkat. Szabadidőnkben rengeteget foglalkozunk a fizikával és a kreatív dolgokkal. Ahogy itt láthatják, egy mi általunk összeépített és programozott LEGO Mindstorms LV3 robot rakja ki éppen a Rubik kockát. Az iskolánkban is rendszeresen részt veszünk a kedvenc rendezvényünkön, a Fizika Napon. Ezen az eseményen mindig látványosabbnál látványosabb kísérletekkel nyűgözzük le a közönséget. Most pedig szeretnénk beszámolni pár mondatban a tavalyi élményeinkről és a csapat motivációjáról. Volt, ugyanis ez nem olyan, mint egy sima, unalmas fizika verseny, hanem interaktív feladatok voltak, fel kellett találnunk magunkat, golyópályát kellett építeni, szóval nagyon kellemes volt az egész. Azért tetszett leginkább, mert itt nem lapon írtuk a versenyt, hanem gyakorlatilag interaktív módon csináltuk, és nekem a legjobb feladat az az autóépítés volt, azt imádtam. A feladat az volt, hogy önmeghajtásból kellett egy autót építeni, aminek meg kellett tenni egy adott távot, ez nagyon tetszett, adtak egy feladatot, meg kellett tölteni, és nagy teret adtak a kreativitásunknak, szóval a saját módunkon oldhattuk meg a feladatot. Nekem legjobban a kiskocsi építése tetszett. Tulajdonképpen az volt a feladat, hogy egy egércsapdát kellett használni motorként a kiskocsihoz. A miénk volt a leglassabb tény is róla, de a teljesítendő távot még bőven túl is tette. Annál feladatnál éreztem azt, hogy a miénk tényleg odvágott, időrbe is sikerült fejeznünk, ez még pluszpontot is sikerült szereznünk. Nekem az a feladat tetszett a legjobban. Számítottam rá, amikor elindultunk, de nagyon örültem neki. Meg ami után, verseny után itthon voltunk, akkor is nagyon sok helyről dicsértek minket, meg az iskolában is sokszor díjaztak minket, szóval nagyon élmény volt. Kell védeni a címet, szóval biztos, hogy ott leszünk. Vagyis hát reméljük. Győzelem a tét idén is? Igen, meg ugye ennek a versenynek van eszmei értéke is, hogy ugye a nyert pénzzel támogatjuk az alapítványt, és ők meg a hátrányos helyzetű gyerekeket, és a tehetséges gyerekeket tudják még támogatni. Azt itt már átnézni a tavalyi feladatokat. Ugye tavaly a Hertlen Károly féle ismeretterjesztő sorozatból kellett felkészülnünk, én már ezt elkezdtem újra megnézni, mert nagyon szeretem azt a sorozatot.